Huszka. Landler. Kanász. Érkezik a jobb szélem. Némileg meglepő pozícióban Papp húzza el a lábát. És mivel a 16-oson belül történt az eset, ezért büntetőt rúghat a Sándor Falva. Az előbb egyenlíthetett volna az Ákányszéki csapat. Kimaradt az ittszer. Most viszont lezárhatja a mérkőzést a Sándor Falva egy büntetővel. Kis fogja elvégezni. Kis Péter tehát. Berúgja. 85. percben úgy gondolom, hogy lezárja a mérkőzést a vendégcsapat. Bende leül középen, Kis pedig a lába mellé elhelyezi a labdát. 2-0-ra vezetnek a vendégek.